Már hagyomány, hogy a Szőnyi Lovasport Egyesület a komáromi napok előtt nyílt napra invitálja a lovaglás iránt érdeklődőket. Április 21-én a családok betekintést nyerhettek az Egyesület mindennapjaiba. A rendezvény célja a lovasport népszerűsítése volt. Az Egyesületünknek most már több mint 80 tagja van, 12 lovunk van, amik közül 6-ot folyamatosan használunk a hétköznapokban is. Van, amelyik lovunkat még idomítjuk, van, amelyik pedig még csikókorban van. A mai napon először egy lovas bemutatót tartottunk, először a kezdő lovasaink mutatták meg a tudásukat. 3 kis lovasunk volt, ők futószáron mentek, és volt is hevederrel. Aztán következtek a haladó lovasok, szintén 3-an, ők most már szabadon egy osztálylovaglást mutattak be. A gyerekek mindig szívesen jönnek a tanyára, hiszen a lovak mellett kutya, macska, malac, gyöngytyúk, kakas, fácán és kecske is él itt. A nyílt napon a Kemence Egyesület bábcsoportja a 3 kis malac című mesét adta elő. Rajzpályázatot is hirdettek Álmaim lovas farmja címmel óvodásoknak és iskolásoknak. Komáromból és a környező településekről is érkeztek alkotások. A nyertesek a rendezvényen vehették át ajándékaikat. A látogatókat egy újdonsággal is várták. Ezen a napon nyílt meg az Istálló Galéria. Szeretnénk minden évben bemutatni valami fiatal alkotóművészt. Most Kúr Viktóriát kértük föl, egy szőnyi grafikust, hogy hozza el alkotásait és mutassa meg itt a galériába. A megnyitón dr. Kraft Horváth Lórend alpolgármester a Szőnyi Lovasport Egyesület tevékenységét és az általuk létrehozott közösséget méltatta. Az, hogy a gyerekek nem a tévé és a számítógép előtt, hanem jó levegőn, ilyen csodálatos környezetben tölthetik el szabadidejüket, felbecsülhetetlen érték. Az önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri az itt folyó munkát, mondta dr. Molnár Attila polgármester. A városvezető támogatásáról biztosította az egyesületet. A lovaglás szerelmeseinek ideális helyszín a tanya. A növény és állatvilág közelsége élményekkel tölti fel a sporták kedvelőit. Lovagolni azért jó, mert nem csak mint sport, hanem mint szórakozás is, mint a lovaglás. Hát én ide már szeptembertől járok lovagolni, előtte másik helyre jártam Szlovákiába lovagolni. Itt jobban tetszik a lovaglás, mivel minden órán más lovon megyek. Ügetésig jutottam el szabadon nyerekben, és nagyon jó itt, mert annyi állat van, meg a kutyák is itt szoktak szaladgálni, meg pónik, meg hogy 12 ló van. Fél éve lovagolok, már nyerekbe átmentem, és ugye azért jó itt, mert nagyon sok az állat, mert nem csak lovak vannak, hanem mondjuk kutyák is, macskák is. Meg nagyon ügyesen oktatnak, hogy mindig kitalálnak valamilyen oktatási módszert arra, hogy hogyan lehetne a legjobban megtanulni a lovaglást. Hányszor jársz egy héten lovagolni? Egyszer, de jobb időben kétszer fogok. És mindig más lovon lovagolsz? Igen, mindig máson. Melyik a kedvenced? Kurszán. És miért? Mert ő szeret ügetni. A Szőnyi Lovas Egyesület a komáromi napokon lovaglásra várja az érdeklődőket május 1-én 10 és 14 óra között a Jókai ligetbe. Nyáron pedig ismét megszervezik a nomád lovastábort, amire lehet még jelentkezni.